a fő célkitűzések, amiket az előző években is meg kellett valósítanunk. A helyi gyermekvédelmi rendszert kellene minél hatékonyabban működtetni. Amiket elmondok, ezek a gondolatok minden évben fölmerülnek, de én azt gondolom, hogy jó újra áttekinteni őket. 15. alkalommal rendezte meg a Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család és Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekjóléti tanácskozást, amely a gyermekvédelmi rendszer legmagasabb fóruma, megszervezése minden településen kötelező. A nap folyamán a jelzőrendszer tagjai áttekintik a helyi gyermekvédelem helyzetét, fejlesztési lehetőségeket, az elmúlt év szakmai változásait. Aktuális témákkal foglalkozunk, gyámhivatali tájékoztató lesz hatósági gyermekvédelmi intézkedésekről, és most a védőnöknél volt egy aktuális változás, egy szakmai protokoll jelent meg, ami szintén a jelzési munkát segíti, ezeket biztos, hogy áttekintjük, mellette pedig a paksi gyermekvédelemről lesz szó. A tanácskozás arra hivatott, hogy a felmerült problémákat megoldják, a javaslatokat befogadják a szakemberek annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi rendszer a 2018-as évben még jobban működjön. Intézményünk, a Paks Kistérségi Szociális Központ 2011 év óta működik, minden évben jelentős változásokat kell megélnünk és ehhez alkalmazkodni. Talán az egyik legjelentősebb, ami 2018-ra már előre látható, hogy egy új kötelező feladat jelenik meg a Család és Gyermekjóléti Központnál, ez az óvodai és iskolai szociális munka, amely azt jelenti, hogy a paksi járásban hétfő alkalmazásával kell biztosítanunk szeptember 1-től ezt az új feladatot. Ez egy komoly előrelépés, de komoly kihívás is a központunk számára, megfelelő szakembereket találni, melyben nagy hiány van sajnos a területen, és megszervezni ezt az új feladatot az egész járás területére. A tanácskozás helyzetértékeléssel, továbbá az ötletek, fejlesztési javaslatok megvitatásával zárult.